Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon reggelen, délutánon próbálok nem hangoskodni, ugyanis ahogy látjátok a gyerekek még olszanak. Mutatom, ott alszik a Davis, ott alszik a Lucas feleségem, bent van ott a zuhanyzóba, készülődik, és nemrég ébredtünk fel. Váltottam az órát 6.30-ra, jelenleg 6.30, 6.40 van. Lucas most ébredőzik. Lucas. Szervusz. Nem ébredődő, csak ott rágiatta semmit a szájába. Amúgy rettentően izgatottak vagyunk, legalábbis én biztos. Ez lesz az első nap ugyan Disneylandről, az időjárás jelenleg ugye még egy kicsit ilyen borongós. Mutatom nektek, látod? El mindenfelé. De az időjárás átlában ilyen, tehát reggelent ilyen borongós és ilyen 9 óra felé elkezd ugye kitisztulni és szép napos időt mond, egy felhőt nem mond az égre, ugye nagyon szép időnk lesz. Ugye még mindig korábban átlában ilyenkor reggelente ilyen felhős az idő, olyan, mint esni akar az esélyesen, ilyen szépen ki fog tisztulni, hogy miért nem tudom, amikor itt voltunk ugye akár hányszor, minden reggel ilyen borongós időre át azt hitt, hogy esni fog az eső, aztán rájöttél, hogy szépen kitisztul pár óra múlva. Na minden, amúgy a szoba elég ilyen. Ilyen össze-vissza minden, tehát tehát mikor ugye hazérkeztünk épp, hogy csak semmit tettünk, lezuhanyoztunk, beszéltem a szüleimmel, és elmentünk aludni. Tehát ilyen nagy felfoglalás van a szobába. Úgy majd jönnek nem sokára megcsinálni, ugye hoznak új ágy húzatot, hoznak új törölközőt, meg egy kicsit ugye rendben rakják a szobát. Úgyhogy azzal legalább nem kell törődnünk, úgyhogy mehetünk, na majdnem belementem a tükörbe. Annyi, hogy nincsen rajta még rendes gatya, csak ilyen alsó gatya, nem ilyen. Úgyhogy most összekapjuk magunkat, felébresszük a gyerekeket, és megreggelizzük, és elindulunk a Disneylandbe. Azt mondja, hogy vezetünk, nem busszal fogunk menni, ugyanis van ilyen ingyenes buszjárat, ami oda visz, nem szoktak annyira buszozni, hogy autózunk. Davis. 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 Okay. Cookie. We are going to Disneyland. We're gonna see Mickey Mouse. Can I get up? Oh, stretchy, stretchy. Going to Disneyland? Hello. We're going to Disneyland. What's up? How did you sleep? You going to Disneyland? Hey you. Who wants to go to Disneyland? And see Legos? And Mickey Mouse? És felébredt mindenki. A Davis is, a Lucas is, na szervusz. Hogy aludtál? Én hideg vagyok. Hideg vagy? Aludtam jót. Jól aludtam. 7 óra. Nincs is hideg, olyan mondom, meleg van. Davis? Hogy aludtál? How did you sleep? No. Mit csinálsz? Az nem jó, ha Davis már legózik reggel korán. Amúgy felkelt a Lucas szinte elsőre, a Davis így másodikra, amire magához tért, és felfogta, hogy ilyen nap van, hogy jóval megyünk. Amúgy nem akart így felkelni, amit meghallotta, hogy eljutott a fájék, hogy megyünk Disneylandbe, azonnal felkelt. Jelenleg 7 óra 3 van, úgyhogy most reggelizünk, aztán indulunk. Nem is tudom, hogy mit teszünk, amit vettünk tegnap. Valamilyen sonkás kenyeret, amúgy én is már felöltöztem, csak még meg kell kicsit mosakodnom. Kicsit ilyen sötét van. Nincsen lámpa, látod? Nincsen lámpa a plafonon, sehol se. Sem erre. Nálunk furcsa. És van, nálunk van, azért furcsa. Ott a lámpa, azon a plafonon van kettő. És megmutatom, milyen itt a WC. Ilyen nyomogatós, ami inkább olyan nyomogatós, hogy nem, ez meg ilyen ott oldalt van egy nyomogatója. Aztán, na mindegy. Én is vagyok magamnál. Úgyhogy gyorsan reggelizzünk. Mutatom a sonkát, meg a kenyeret. Ugye mondtam, hogy több minden fogok filmezni. Hát, ha valakit érdekel. Nálunk is van sonka, már hova rakjam a kamerát, de nem ilyen van, ez ilyen másfajta. Már itt egy pacskerom, látod? Ez a zuhanyzós pacsker. Neked miért kell? Miért kell? Mert nem akarom, hogy valamit összeszedjen, nem tudom, van. Nem van semmiben. Nincsen. Látod, ilyen a kenyér. Ez ilyen kis picike. A mi kenyerünk az nagyobb. Mi? Aztán a sonka. Ajá, nincsen, nem vettünk tányérat, nem vettünk, semmit nem vettünk.
Hol lesz ki? Ilyen nagy a sonka, megnézzük, hogy milyen. Hogy csak ki tudjuk bontani. Sonkának olyan az illata, mint a sonka. Hát ilyen szépen fel van szelve. A Targetben nem volt ilyen, hol lehet kérni sonkát, vagy ilyen felvágottat, csak ilyen volt előre készített. Úgyhogy azért ilyent vettünk. Pont ráfér a kenyérre, látod? A kenyér az olyan, mint a kalács. Komolyan mondom. Nagyon romlós, a mi kenyerünk az nem ilyen. A sonka meg olyan, mint a sonka. Na minden, enjünk, aztán menjünk! Most elindulunk, nem más vagyunk, mint a Disneyland parkolóba, ami körülbelül egy ilyen 5-10 percre van mi tőlünk, hogyha nem tévedek el. Hogyha igen, akkor lehet, hogy fél óra meglátjuk. Ott megyünk a parkolóba, egész lapos a parkoló, és a parkolóba egy ilyen kisebb kocsis vonat fog minket bevinni Disneyland bejáratához. Disneyland előtt lesz egy ilyen bevásárló, egy ilyen... majd meglátjátok, ahol most nem megyünk be, egy ilyen nyitott, sok ilyen Disney-s bolt meg hasonló, és két park van ugye, majd megmutatom, hogy melyik. Ma a legelsőbe megyünk, holnap meg a másodikba megyünk, harmadik nap meg majd meglátjuk, melyikbe megyünk, ugyanis három napos belépünk van, de mindegy, nem húzom az időt, menjünk, itt vagyunk még a szállnak a parkolójába. Most elindulunk, és megpróbálok oda találni GPS nélkül, remélem, hogy sikerülni fog. Na jó, mindenki boldog? Jó! Jó, Davis, you happy? Excited? Davis meg mindig alszik, nem is pislog, na mindegy, úgyhogy menjünk. Itt elmegyünk jobbra, hogyha minden igaz, és átmegyünk a piroson. És el lehet átmenni a piroson. Látod, piros lámpa csinálnak az autók, de mindjárt elmennek előttünk valószínű. Aztán utána elmegyünk a Harbor utcán, megint jobbra. We are still going, mindig megyünk, itt egy ilyen szép busz, látod? Aztán baloldalt, ha elnézzünk erre, akkor ott van egy pár ilyen hotel. Ez lesz ugye a Disney rész majd itt. És el kell lenni balra, csak azt nem tudom, hogy melyik utcán. Azt hiszem a Labdás utcán. Na minden, ma meglássuk. Ami szép nagy ilyen amerikai autók vannak, meg ilyen kamionok, de... Nem sok ilyen, nem sok. Egyáltalán nincsen nálunk ilyen kamion. Másfajták vannak, meg a busz is teljesen másfajta. Nézd, itt a rendőrautó, Annika, egy rendőrautó. Hogy a Grand Theft Auto. Na mindenközben menjünk a parkolóba. Azt hiszem, hogy jó helyen vagyunk. Egyszer sem tévedtünk el. Disneyland Resort. Megérkeztünk. Aztán akkor a sorba. Te. Azt hiszem, hogy sok ember jön ide. Mutatom, várj, átveszem a kamerát feleségemtől. Sok ember jön parkolni. Ez az egész egy nagy parkolóház, meg a mögötte több emeletes. És most ki kell fizetni mindjárt itt a, nem a belépőt, ugye a belépünk az már megvan, hanem a parkolást ki kell fizetni egy napra. Nem tudom mennyi lesz, kb. 30 dollár, 20 valamennyi, úgy emlékszem, annyi volt pár évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt. Na innen, ma meglátjuk. Látod, hány sávon megy a parkolás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sávon jönnek be az autók a parkolóba, és lépésre megyünk. Rettentő sokan jönnek be. Te... Én nem is látom, hol kell fizetni. Megérkeztünk, úgyhogy most egy kis szállunk, és bemegyünk, átváltom a kamerát. Davis még ki kell szedni, a Lucas-tosz már nem. Oké, aztán indulunk. Sétálunk, nem másról, mint le a vonathoz, ami be fog minket vinni. A 3E-be álltunk meg amúgy. Reméljük, hogy fogunk rá emlékezni, hogy jövünk visszafelé. Ugye, Lucas? Na, már érkeztünk. 3-as váltunk meg, itt jönnek ezek a kis kocsik. Not yet,
De visz azt hiszem, hogy már Disneylandben vagyunk, de mégis majdnem ott vagyunk. Csak a parkolóban. Yes! Most megvárjuk a következőt, ott jön. Hogy jön minden két másodpercben, ne kelljen várni ugye sokat az embereknek. Aztán bevisz minket a bejárathoz, és onnét eldönthetjük, hogy melyikbe megyünk be először. Megnézik a táskánkat, nincs bent valami. Nagy baj, de vél, amit ugye nem szabadna. Aztán megyünk fel a vonatra, ami bevisz minket. Átjöttünk, képzeld el, megnézték, hogy mi van rajtam. Félre kellett állnom, mert az övemet elfelejtettem levenni, és becsipogtam. És megnézték, hogy milyen az övem, mindenem átnéztek, de nem volt állom semmi, amit nem szoktál hozni. Na minden, átjöttünk. Megérkeztünk. Most besétálunk, felveszünk a jegyünket elő, és bevegyünk a parkba. Rettentő sokan jönnek. Itt egy ilyen shopping, ilyen bevásárló, jobb oldalt a Disney bevásárló. Oda most nem megyünk, vagy valószínűleg, hogy holnap, vagy később, majd meglátjuk. Átmegyünk a következő biztonsági, majd nem sokára. Na, jó, mit láttam? It's just a map. Igen, Lukasz már előre futott egyet. Onnan bemegyünk abba a kis bódéba, sorbálunk, felveszünk gyorsan a jegyet. Remélem, hogy nem kell sokat várni, rettentő sokan vannak, komolyan mondom. Te szereted a sokat? Én nem szeretem a sokat. A szerinted? Megkaptuk a jegyünket, itt van a két park, ott az új park, a kaliforniai, ami 2001-ben nyitott. Itt pedig a régi park, ami 55-ben nyitott, 955-ben ide megyünk be, ma mai napba. Holnap pedig megyünk a másikba, a harmadik nap meg majd olyan, mert látjuk. Oda holnap, meg valószínűleg holnap után megyünk. Először megnézzük a régit, úgyhogy menjünk. Gyorsan sorbálunk itt is, lefényképeznek minket. Úgy jönnek, mennek az emberek. Mit mondasz? Mit? Ja. Pixar Fest. Itt már gyorsan megyünk, csak egy gyors fénykép, meg odaadjuk a jegyet, aztán bemehetünk, ugye? És hova megyünk legelőször? Én se tudom. Te se tudod. Van sok új. Van. Szerintem. Én akarok menni a Splash Mountain-on. Na, rendben van. Vagy a Space Mountain. Sikerült átjönni, itt van a vonatállomás. Lukasz, ja? Majd megyünk a vonattal, körbe visz mindenfelé. Itt van az a nagy Mickey egeres virágos kép. A Davis az eddig nagyon nem tudta, hogy most merre megyünk, vagy mit csinálunk, vagy csak sorvállás volt, de mondta neki, amint bejön, ugye más lesz, tehát fogok tudni menni sok mindenre. És beérkeztünk Disneylandbe. Itt van a fő utca, ami nem sokat változott az 50-es évek óta, de Disneylanden belül ugye van több fajta kisebb, nagyobb park, amiben ugye végig fogunk sétálni. És itt van a Davis is, próbálja felfogni, hogy mi van. Lukasz, merre menjünk? Még sétálunk el ezt a főúton, nézd, ott jön a paci. Mi van, nem kaptunk egy mondat? Aztán itt volt a Disneynek, ugye Walt Disneynek a, ahol nem lakott, de ide szokott bejönni, ugye minden napod a fel, ahol ég a lámpa. Ugyanis mióta meghalt, azóta képzeld el, a lámpát ott nem kapcsolták le, hanem azóta égve van. Ott volt fenn egy ilyen kis lakás neki, meg a családnak. Aztán ott jöttünk ugye be. Ott megy a paci, amire fel lehet ülni és körbe visz. Úgyhogy végig sétálunk most a fő utcán. Körbenézünk, a Davis lehet, hogy enni fog valamit. Ugyanis nem nagyon reggelizett. Teszik. Szállított alma, nem nagyon tetszett neki. Itt álltunk meg. Hogyha megnézed, nincsen szemét sehol, se állandóan szedik a szemetet.
nagyon tisztítják az utat. Amúgy mindig itt vagyunk, nem mentünk tovább, itt megakadtunk a legelső, második ilyen banánosnál. Amúgy lehet képzelni el venni uborkát is ilyen, minek mondják, kovászos uborkának, vagy minek mondják. Érdekes. Sok ilyen érdekes dolgot lehet venni, ami nálunk nincsen. Davis megissza meg a kakóját is, megette a balányát. Tudni vettem észre, hogy ezek a videóban mióta megérkeztünk, nem nagyon sokat van benne a fejem, hanem inkább a Typhoon benne, amerre jár. Mégis nem baj. Ugye? Mi van, még ezt ér? Nem. Mert tovább megyünk a kastély felé, és átvegyünk a hídon. Mi nyúszmusz? Itt a főutcán sok ilyen kisebb, nagyobb bolt van, hogy lehet venni mindenféle fajta dolgot, főleg ilyen Disney-s dolgokat. Az étel kicsit többbe kerül, ugye, mint hogyha már menni máshova, ugye, hogy akárhol. Ugye mindig kora van, még csak 10 óra lesz, a park az majd éjfélkor zár be, lesz közben ugye tűzi játék, meg mindenféle fajta dolog. Nem tudom, meddig maradunk, majd meglátjuk, ugye a Davis hogy bírja. Árjál, itt pont fényképeznek. Ott lesz a kastély szemben, látod? Ott áll Walt Disney a Mickey egérrel. Lükösz látott valamit, hogy ide gyorsan be kell menni. Mit nézünk itten? Mi történik? Jó sót adtál magadnak? Mit mond? Na, mit láttunk? Valóban futunk. Mit láttál? Azt a nyalókát. Nem lesz az nagy egy kicsit neked? That's a big one, isn't it? Na, sorba állunk, veszünk ilyen nagy nyalókát, nem a legnagyobbat, persze szerintem az túl nagy. Ja, sok cukor minden felé. Hol ment a mami? Várja, mami elment. Elveszítettük. Ilyen régi módi masinák vannak itt. Bár van, lehet fizetni kártyával is, mert készpénzzel fogunk. Ja, mindjárt megkapod. $8.18. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Bye. Nomina, is it Lucas? Yeah. Nem jó? Okay. Davis már nyalókázik, már majdnem megette a felét, ugye, és nem nyolja, nem harapja. Mutasd, milyen szép a nyalókád. Ja, mi? Ó, ekkora nyalókád van. Te, volt az a hatalmas, akkora volt, mint a Lucasnak, Lucas Davisnek a feje körülbelül. Milyen? Milyen az íze? Nem jó? Ja, meg egy nagy ízét vettünk, ilyen csokis valamit. Na, és mehetünk tovább, ugyanis nem sokáig itt adtunk, épp, hogy csak bejöttünk. Aztán itt vagyunk már körülbelül, mennyi ideje? Már egy 20 perce. Megérkeztünk a főtérre, innét el tudunk menni egyenesen, el tudunk menni jobbra, el tudunk menni balra. Balra van a régi rész, ez a West-es rész. Előre van, meglátjuk, azt mondja, hogy előre megyünk. Oké, okay, Lucasnak el kell menni vécére. Tehát, ahogy mondtam, parkon belül van kisebb park, először bejövünk a Adventurelandbe, ugyanis a Lucasnak erre kell lenni, itt van a legközelebbi vécé, úgyhogy gondoltuk, hogy erre jövünk el.
a hajójára, és megyünk egy kört itt a vizen. Körbe lehet nézegetni, aztán jön mögöttünk, amit most nem lehet látni, egy ilyen nagy ilyen kalóz hajó, és mit láttál? Azok. Ja, ott vannak az indiánok fönt. Aztán ezután megyünk át a túloldalra. Nagyjából itt megnéztünk mindent, nem sok mindenre ültünk rá, mert nem volt túl sok időnk, és nincs sok túl sok időnk, de majd visszajövünk, ugye? Nagyon sokat kell várni minden ma. Mi a helyzet? Menjünk, a Lucas arra a vizesre akart menni, ugye? Majd visszajövünk. Másfél órát kell rá várni, amikor lesz másfél óránk, visszajövünk, jó? Kiérkeztünk ide a főtérre, nézd van, itt van Walt Disney és a Mickey Egér. Ugye Walt Disney alapította a parkot, annak idején 55-ben nyitott meg, és ott van mögötte a kastély, ami most át fogunk menni, át még a következő részbe. Aztán utána át még a következőbe, azt a következőbe, azt a következőbe, ugye? Semmi valamit elmédelni. Na menjünk? Menjünk a... Milyen babuszt? Oh, you can't have... Chipset kaptunk, ilyen fajta chipset. Hot dogot megettük. Lucas, ja? Mi a következő? Popcorn. Popcorn, ja. Na, aztán utána megyünk más elé, mit csinálsz a shopnál? Te sem tudod, mi? Befejeztük az ebédet, úgyhogy most kidobjuk a szemetet, veszünk inni. Aztán megyünk tovább, ugye, ahogy mondtam, ugye a Disneylandbe a kukoricát is veszünk. Ő mondta, hogy itt a Disneylandben több ilyen rész van, tehát ez is egy ilyen rész. Ez minek hívják, ez melyik rész? Toontown. A Toontown. A California Adventure-ban Marvel rész. Ja, és mindenki része másképp néz ki, tehát a partnak minden része másképp néz ki. Animált. Ez ilyen animáltnak néz ki, ilyen régebbinek. Úgyhogy megyünk tovább, olyan szép házak vannak itt, látod? Ilyen szép színesek. Hol vannak a többiek? Elhagytuk őket? Mindig törölgetik egymást. Nem jönnek ma. Én azt mondom, hogy most iszok egy nagyot, mert elfogyott az italom, meg már egy kicsit meleg is volt. Lucas, hol vagy? Eltévedtél? Na, nyomjunk egy fényképet. Mit? Én csinálom azt a nagy TNT-t. Oké, várjál. Yes, hello. Na, jelj, de nyuszi. Alright, come on. Other people wanna get on it too. Lucas wants to do that. TNT thing, you want to do it with him? Oops. Na megnézzük, fel tudják-e robbantani. Egyszer lát. És sikerül! Sikerült, mi? Pull it up. Felhúzzuk. Itt csak állj. Dajnos, megjött egy kicsit. Jó, na gyere. Na jön ez a patogatott kukorica. Jó? Dajnos is akar egyet. Na leesett. Don't touch. Igen. Na mi gond? Aztán vettünk inni, úgyhogy lerakjuk a táskába. No.
Na mi helyzet? Nem jobb patogatott kukorica, Kuki? Oké. Okay. Most jött illetében össze. Okay. Nem ízlett neki. Alright, eljövünk autót vezetni. Lukasz, emlékszel, amikor voltál ezzel? Jó! Kaptál egy jogosítványt, amikor végeztél. Jó, nyomjuk a gázt, aztán kell kormányozni, de csak egy irányba lehet menni. Másfelé nem tud venni az autó, látod? Nem tud kimenni a pályáról. Két üléses se. Jó. Kisebb parkba már? Nem. Még nem, még van vissza kettő, nem? Szerintem. Ja, aztán utána... Ja, menjünk most a másikba. Ahogy élvezik mindenki. Csak meleg van, folyamodon meleg van, a hideg után meleg van. Megtaláltuk a Lucasnak a Davis egyik kedvenc részét. Egy ilyen Star Wars-os Lego rész. Lehet itt játszani a Star Wars-sal. Aztán mi van még itt? Sok ilyen Lego lehet építeni. Ugye az előbb építettünk egy ilyen nagy semmit. Mit építettünk? Na most nem figyel. Mennyit kell várni ezen a Toy Story? Mit mondtál? 85 percet? Jó! 85 percet, te! Ja, mindjárt megnézzük, jó? És megvárjuk a mamit is. Várunk nem másra, mint a Davis-re, meg a Davis-re, a Lucas-re, meg a feleségemre, hogy is bementek, megnézzenek a hangyemelnek a, nem tudom, nem a bemutatást, hogy csinálták ilyen 3 vagy 4 éve, és a Davis oda nem akart bemenni, ugyanis Davis az nem tudott végigülni, hogy itt vagyunk, mutatom. Ezen a részen, a Tomorrowland-es részen, az van egy rakéta, amit most nem lehet nagyon látni a fás tevényzettől. Aztán ott van az a, az nem tudom micsoda, az az ilyen jövőbeli valami masina. És itt meg lehet várni, még kijönnek az emberek onnét. Ugye nyusz-musz, addig legózunk itt, meg mászunk. Ér rám, és utána megyünk a régi vonattal. Aztán megyünk majd egyet az új vonattal is. Először. Hova mászunk? Megmászunk itt ezt a falat. Megérkeztük a felvonulást. Hát, hogy csináltak itt ez a nagy valami. Látod, aztán föccsi a vízzel. Yeah.
most lett vége ennek a felvonulásnak, visszaértünk ide a fő utcára, ide a fő bejárathoz, onnét fog indulni a vonat, az a mindjárt megnézzük, valószínűleg, hogy oda megyünk. És leszállunk, hol szállunk le a báznál? Sétálunk a vonat felé, Lukasz, eddig hogy tetszik? Én nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Meg mindjárt neki nézzük, mutatom, hova megyünk. Ide fel, erre felé. És itt ki lehet nézni a fő utcára. Még itt a fás nevézeteneknél nem sokat látni. De feljebb megyünk mindjárt. Itt a most ment el a vonat. Az a része le van zárva. De nem tudunk most kiülni. Na mindegy. Itt lehet amúgy benni, ott jöttünk be reggel azon a részen. Ott van ugye Walt Disneynek az a kis lakása, vagy amit, hogy mondjam, háza, amit mondtam ugye korábban, és ott a fő utca. Itt egy ilyen körforgalmas rész, ahol megy körbe a paci. Itt meg a vonatállomás. Végeztünk a vonattal, a Davis az még mindig alszik rajta. Most már mennyi ideje alszik? Már majdnem egy órája alszik rajta. Ugye visszaértünk ide a fő utcára. Ott volt a bejárat ugye. Meg ott szálltunk le a vonatról. Feleségem épp, hogy csak bement ide a mosdóba. Aztán tudod, mi van itt, Lukasz? Mi? Ez micsoda? Mi? Fire. Jelent, tudod, hogy ott fönt mi van? Mi? Tudod, mi van ott fönt? Ott van a Walt Disneynek a lakása, a régi lakása, ide beszokott jönni minden nap. A Walt Disney. Ja, és azóta, ahogy mondtam korábban, és a lámpa nem volt lekapcsolva, mióta meghalt. Ja. Mindig volt a lámpa bekapcsolva. Ja, mióta meghalt, azóta nem kapcsolták le a lámpát. És itt szokott lenni a családjával, innen szokott reggelente kinézni a parkba. Nem tudom, hogy tudta, de minden reggel körbesült át, mielőtt jöttek a vendégek. De tudtad azt? Én tudok még, mit tudtál? Hogy az volt, ő itt lakott a Disneylandbe. Nem lakott itt, csak itt szokott. Nem, itt szokott menni, amikor sétált a Disneylandbe. És amikor meghalt, mindig volt az a lámpa bekapcsolva. Ja, azóta nem kapcsolták be a lámpát. Ami ide be lehet menni. Mindjárt megvárjuk a mamit, jó? Nem tudsz bemenni. Hát oda fel, oda nem tudsz felmenni. Úgy volt neki egy másik lakása is, valahogy itt a fő utcán. És lehet venni egy ilyen éves belépőt, ami 10.000 dollárba kerül, és egy ilyen titkos klub. 21-nek hívják? Minek hívják azt a klubot? Elfelejtettem a nevét. Van egy ilyen klub, hogy oda befizetsz, nagyon drága, és ilyen exkluzív vagy VIP klub, ilyen Disneylandes klub. És bemetsz több helyre, meg több dolgot kapsz. Oda föl nem tudunk menni. Senki? Oda senki. De meg tudjuk nézni ezt a... Lámpa, ott az ablakban. Mi? Ott az ablakban a lámpa. Abban? Ja, ott fönt? Középen. Nincs bekapcsolva. Azt mondja, Davis fel akar ébredni. Lukasz, mi kezdődik? Milyen felbondulás kezdődik? Ez a Toy Story, nem? Szerintem. Jó, kellene, arra várunk, de leültek a földre. Davis is felézett közben. Eszik. És közben jönnek az emberek, nem sokára kezdek az a Toy Story is felvonulás. Ahogy itt vagyunk még mindig a fő utcán. Most utána elmegyünk hátra, aztán lassan meg fogunk vacsorázni valószínű. Na mire megyünk, Kuki? Most tettük meg a vacsoránkat, és nem vagyunk, hogy nem fog kijönni belőle. You need muscles. Ketten maradtunk a Davis-szel, és elmentünk a feleséggel, amit felülni valamilyen
hullámvasútra. Mutatom, hol vagyok. Lehet nézni a régi meséket, látod? A Davis-ről nem tudsz felülni, úgyhogy üdöntöttünk, mi addig sétálunk egyet a Davis-ra. És most Mickey Eggert nézünk. És azt nem tudom, hogy melyiket nézzük. És van mögöttünk is, meg mindenhol. Mozi vége. Úgyhogy most elmegyünk, már hogy voltunk bele ebbe a moziba. Elmegyünk vissza, megkeressük a Mamit meg a Lucas-t. Közben kezd besötétedni. Nem sokára kezdődik a tűzi játék, azt még megnézzük. Lehet még azt a vizes tűzi játékot is megnézzük a túloldalon, aztán megyünk majd visszafelé a hotelba. Hát olyan szépen ki van világítva az egész fő utca. Mindjárt kimegyünk ide középre valószínű, hogy jobban lássunk. Aztán az akkumulátort lassan ki kell cserélni a kamerába, ugyanis kezd lemerülni. Elég jól bírta az aksi egész nap. Arra nézzél. Hát ott a kastély háttérben szépen ki van már világítva. Ez még mindig sétálunk. Gondolom, de a hétfő van ma, ennyi vannak itt a hétvégén. Ó, ja. Ott a kastély, látod? Szépen ki van világítva, menjünk közelebb hozzá. Csak ide bemegyünk most jobb oldal, ugyanis itt van valahol a Lucas, meg a feleségem, itt hagytuk valahol. Welcome to Fantasm. Imagination to create magical imagery for all to enjoy. Nem azért kezdtünk vissza a szállodába, mindig azt mondom, hogy haza. Megnéztük a tűzi játékot, megnéztük azt a vizes kivetítő és azt a dolgot, amikor ott körülbelül hajj meg minden. És tetszett mindenkinek. Ugye a Lucas már látta, mi is látta, a Davis még most látta először. Neki is rettentően tetszett. Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint valószínű, hogy elmegyünk, lezuhanyzunk és eltesszük magunkat holnapra. Ugyanis 3:11 van, képzeld el, hogy holnap megint reggel korán kelünk. Holnap nem más fogunk, mint a másik, a kaliforniai Disneylandbe. Most nézed? Rendben. Ugye mi ott van vele szembe. És holnap is lesz egy hosszú napunk. Ja, úgyhogy én ezt a mai videót itt most befejezem. És remélem, hogy tetszett, remélem, hogy tudtam sokat filmezni, meg érdekes dolgokat, úgyhogy mára ennyit, holnap folytatjuk tovább.
Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!